Anja meg a Mária nőtet. Jól egészséggel. Drága barátaim, szeretettel üdvözlöm Önöket. És azok, akik nem jöttek el, nézik a VB-t. Bocsásson meg nekik, jó? Édeseim, szeretettel üdvözlöm Önöket. Aki nem ismerne véletlenül, így szoktam bemutatkozni, már sokan tudják, de van, akik többen nem, hogy Pásztorka Sándor vagyok. A Magyar Rádió és Televízió nézője. Köszönöm szépen. Szeretettel üdvözlöm az itt ülőket, az otthon ülőket és az előzetesben ülőket is. És hogy kérdezem meg ezeket? Zsűriznek ezek a tündérek? Szóval nagyon szépen kell érdekelnem. Nem a zsűri? Nem? Hát, azt hittem. Na mindegy. Hölgyeim és uraim, egy olyan versre szeretném kezdeni a műsoromat, amely megjártam vele Ausztráliát, nem is egyszer, és ott jutott eszembe, hogy milyen szép, pici országban, ilyen jó klímában élünk mi. Ennek a versnek a címe, Szeretlek Magyarország. Gyönyörű szép Magyarország, nekem szebb vagy, mint a nagyvilág. Valamikor nagy területen felültél, terültél, jóval messzibb határokon feküdtél. Szép állatok legelésznek a pázsitos, vadvirágos mezőn. Jó gazdáim szeretetet, összetartást kérnek éhezőn. Ilyen csinos lányok, ilyen finom ízek, nincs az egész világon, csak ami szép kis magyar hazánk. Arra kérem Istenem, hogyha meghalok. Cigányzene szóljon, zengjenek a szép dalok. Nóta szóval temessetek, az emberek mindig szeressenek. Ott legyen a szép nagy családom, a sok barátom, és akik szerettek, ott állnak majd sorba, hogy magyar földben nyugodjak a koporsóban.